Manapság már egészen szokatlan dolgokkal fel lehet dobni egy teát, ha a gyerekek éppen nem szeretik, nekik is lehet kedvet csinálni hozzá, vagy akár lehet változatossá tenni a mindennapi teafogyasztásunkat. Mi mindent lehet a teába tenni, amiről nem is gondolnánk? Ebbe fehér rózsaszírom, répapelyhek, céklapehely, édeskömény, ginzeng, galagonya, borsmenta. És valóban olyan színes, mint egy tavaszi rét, tehát erről aztán igazán elmondhatjuk, hogy minden van benne, és illatos. Nagyon jó hidratálja a testet, energetizál, tisztít, nyugtató hatása van, ellazítja az embert, kimondottan relaxációs tea. Egészen nagy gyümölcs darabokat lehet tenni a teába, úgy, hogy aztán később a kehelyben hasonlítson egy levesre, mint sem teára. Ebben mi minden van? Ebben narancshéj, almadarabok, narancsszirom, mandarinszeletek. És ezt utána meg is lehet enni? Persze, természetesen, teljesen természetes alapanyagokból.